Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Ugye csapatépítőre megyünk, erről akartunk egy picit beszélni. Így van. Mert hogy... Ha hétfőn kedden nem vagyunk, akkor ennek ez az ok. Igen, de nem lesz. Tart. Nem lesz Best of leszünk. De nyilván hallgatóink közül is sokan voltak már különböző csapatépítő tréningen, és tudnak nekünk SMS-ben, személyesen telefonon elmondani különböző történeteket, hogy mi történik egy-egy ilyen csapatépítőn, ki mire emlékszik. Ez, nekünk mire kell figyelni. Hogy nekünk mire kell figyelni, így van. Ez igaz, hogy egy disznóvágással egybekötött csapatépítő lesz, ez így van? Én azt hiszem, hogy egy budai fürdőbe megyünk, és lesznek lányok. Olyan csapatépítő is van, hát várunk ilyen SMS-eket is, ugye az egy német biztosító társaság volt, akik kibéreltek egy budai fürdőt, majd mivel jó volt a bónusz, és jó évet zártak, meghívtak mint a 30 prostit. Én akkor mindig meg kell nézni, hogy ki a fő szponzor, és akkor abból ki lehet találni, hogy körülbelül mire lehet számítani. Remélem, hogy nálunk a Gyurex lesz. Igen. Igen. Szóval mi disznóvágásos csapatépítő tréningre megyünk. És hát a csapatépítő tréning az, ami arról szól, hogy a kollégák jobban megismerkedjenek egymással. Ez az igazi célja, nem? Aha. Tehát, hogy mindenki, akinek volt baja eddig, az kibéküljön a másikkal. Hát, vagy végre összeverekedhessen. Vagy intézd el a dolgot. Nem tudom, voltam már sok ilyen csapatépítőn, ott Alvásoson, és ezek elég jó bulik egyébként. Ezek jól tudnak sikerülni, nem? Háromkor van érkezés, hát itt szerintem négykor már... Jössz? Hova? Akkor jössz? Én nekem ez volt a kérdésem egyébként, hogy mi vagyunk? Na miért ne lennék? Jó, csak kérdezem. Menni kell, sértődés lenne de belőle. De kell? Igen. Aha. Nehezen látom a képet ne, magam előtt. Ahol... Nem, kötelező. Hát nekem, még én is elmegyek, pedig nekem ugye fura lesz a szituáció, mert az egy kicsit életidegen számomra. Te leszel a hátsó 14 soros. Év, 14 év húst nem evés után ott lenni egy disznóvágás. Hozod újra. A meleg vizet. Persze. De nem, én annyira én szeretem ezeket. És így hogy már várom, hogy kibékülünk egy csomó olyan emberrel, akivel esetleg korábban nem volt olyan jó viszony. Már én látom, hogy itt hajnak kettőnünk. Szeretlek, Tidus! Na azt írják egyébként ebben a kis levélben, ami drága főnökeink, hogy a kinti program látványdisznóvágás, ez micsoda? Mi az a látványdisznóvágás? Hát csak hogy nézel, hogy igen, hogy... Tehát nem engednek... minden disznóvágás látványdisznóvágás. Tehát... Nem engednek a közelébe. Tehát nem kell melózni. Jaja. Igen, mert abból nem lesz fogyasztó. Öltözzetek melegen, és lehetőleg olyan ruhába gyertek, amit nem sajnáltok. Mi történik egy ilyen disznóvágáson? Hát rengünk a sárban. Ezek szerint. Részegen talicskázunk majd, és kidobja messzebb a disznó a hólyagot? Vagy mi lesz? Welcome pálinka, így kezdődik, ugye érkezési pálinka, illetve fogó pálinka. Azt mondjuk hajnalban szoktuk inni, de nyilván délután kell. Utána jön a pörzsölés. Abban már biztos, hogy tevékenyen részt kell vennetek, tehát fogsz valamit, az egyik pörzsöl, a másik kapar, picit ráhúzod a kezére a pörzsölő. Olyankor. Én a pörzsölőt bevállalom. Mert nem lehetne, hogy ha lesz ilyen fogópálinka, meg mindenféle pálinka, akkor nem lehetne, hogy ez mondjuk a pörzsölés után legyen, mert már látom a szem előtt, hogy Valázs benyomja ezeket a kis fogópálinkákat, meg ilyeneket, és akkor azért ripli mögöttet! És akkor írtsuk ki őket, baszket! Igen, és előadok egy kisebb részletet a bolygó neve Halász által, nagyon szeretett, James Cameron által rendezett horrorfilmből. Így van, kapjuk el őket. Szóval, hogy látványdisznóvágás. Na, és itt van a fontos mondat, amit kérdeztél, hogy menjünk, hogy ne menjünk, persze, hogy menjünk, a részvétel és az ott alvás kötelező. Kötelez. Igen. De ezt én szeretem, itt nincs kibúvó. Tehát itt menni kell. Meg kell jelenni. Síró gyerek, nem érdekes, lázasan otthon. Hát, fetreng, a beteg a gyerek, az lehet, ennyi. Hogy jó év, ha lebetegszik. Na, és a disznóvágás az eleve kicsit a berúgásról szól, nem? Hát, egy picit, igen. Hát picit. Ott úgy indítotok az reggel. A fő, persze, az tehát a fő egyet a disznóra, egyet a böllérre, egyet a vendégekre, egyet a irénkére, aki csinálja. Egyet a hagymásfél, hú de fog meg, de az anyja, úgy de véres, az a lába. Tehát ott kicsit indok jellege, mindig keresitek, hogy mire lehet inni. Nem? Igen. Nem keressük, tudjuk. Tehát annak szertartása van, nem kell azt keresni. Most voltam disznóvágáson egy két éve, ott már ilyen aksis disznóvágás volt, hogy ilyen árammal csapatták meg a malacot, mert azt mondták, hogy ez az EU kompa. Aztán fejbe dobták egy akkumulátorra. Igen. Egy barkaz akkumulátorra, egy ladaniva akkumulátorra fejbe vágták a malacot. Nem, hát ez most így megy, tehát ez az EU kompatibilis. Kirángatod a malacot, aki egyébként szerintem már előtte tudja, a malac nem hülye, sőt, egy barom intelligens, hát ő már szerintem ő tudja, hogy vége. Kirángatod, ugye? És ilyen akkumulátorral megbököd. Hát egy kis árammal, igen. Ugye, ami aksiról, ami pop, a malac eldől,
És miután eldőlt, már nagyon humánus módon, akkor egy ilyen 4 méteres böllérkéssel szúrod nyakon. Baromi humánus. De hát egy ezt van, már nem érzi. Azt már legalább nem érzi. Igen, arról nincsenek információk, hogy Malac mennyire szereti az áramos részt. Aha, szegény. Tehát, hogy azt nem tudj, mert hogy ez a humánus módszer. Meg ezt egyébként így szabályozzák, tehát hogy ezt így is kell csinálni. Igen, mondom, ez az EU-kompatibilis. És bekötik a szemét, és akkor... Kedves Malac magának végül. Ha szerencséje van, villamoszik, hanem akkor kötél, persze. Jó, Sabácsi húzza föl a kötélre. Tehát ez lesz majd. Igen, szerintem ezt a részét nem fogjuk végignézni, tehát én azt gondolom, de biztos vagyok benne, hogy azért itt figyelnek a lelkekre is, tehát hogy ez a rész nem lesz, már az elhunyt jószággal fogunk találkozni. Hát meg ha működik a fogópálink, akkor két malac. Négy malac. Én a csapatépítésnél, meg az ilyen buliknál tulajdonképpen mindig azt szeretem, hogy látod a különböző stádiumot a kollégákon. Tehát ugye látod a józan, ugye? Az megvan. Igen. Egy pálinka után látod, hogy kicsit mosolyog. Kettő pálinka után egy picit pirosodik az orra. Három pálinka után próbál megtalálni, beszélgetni veled. Negyedik pálinka után mondja el, hogy figyelj, ezt neked el akarom mondani mindenképpen. Ötödik pálinka után jön, én nem gondoltam rólad. Című igen, mondatok, ugye? Nagy, ugye? Igen. Ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam. Tehát megvannak a különböző stádiumok, ahogy ugye látod a kollégákat, ahogy egyre jobban, nyilván te is köztük vagy, tehát egy idő után már nem biztos, hogy látod őket. De mindenki kezd lelazul. 8-nál nem érted. Igen, 9-nál nem érted. Késpárbaj, úszóerőt. Szigált vagyunk. És, amit még nagyon szeretek, a teljesen váratlanul összeállt, meg nem ideologizálható párok, akik ott hirtelen kibontakoznak. Két olyan ember, akit sose látsz beszélgetni. Két olyan ember, aki tök más osztályon, helyen dolgozik, egyszer csak valahogy egymásra talál, és egymás nyakába borulva, egymás fejét tartva, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetartva alkotják ők a csapatépítést. Hány nyíl a kapucnimba? Nem, majd csak tartom a fejed. És látod, hogy gyerekek, az elmúlt 2 éve 3 mondatot nem beszéltetek, de most egymás nyakába borulva, úgy megalakulva sírjátok el egymásnak az életeteket, vagy énekeltek ketten. És teljesen életidegen, amik nem viccek, tudod? Hát jó, az egy másik, hogy rossz vicceket mesélt. Entus, mitus, titus, te! Na jó, azért ilyen. Ne haragudj, vagy ezt hol be tudjam vetni? Entus? Ennyire rossz fej, kollégák nincsenek. Ennyire megalakulnak. Ugye? Tehát, hogy ezek a stádiumok, de nem így van? Tényleg, a rossz viccek, a nagy vallomások, a nem gondoltam róla. Tengó hólyaggal. És a fura párok együtt, illetve a bokorból, a szobából, a reggel a visszatérésnél kicsit a bozótos hajú lányok, igen, akiket tudod, hogy valami valószínű történt. Céltalan tréfák, kiugrok a bokorból, megijesztek mindenkit, aki jön az úton. Mondjuk én ebben benne vagyok. 11-szer azért bali bújunk el, én ott vagyok, tehát tudod, hogy ebben társad leszek. Úgyhogy, drága hallgatók, nyomozzunk egy kicsit, tessék nekünk megfejteni, jó? Őszintén vallani. Akár magatokról is, ha ti követtetek el valamit ilyen csapatépítésen, vagy ha nem, akkor írjátok meg, hogy ki volt a legvállalhatatlanabb, a legviccesebb, a legrészegebb. Megint a mószerról. Ki akart megfürödni az abáló lébe. Tehát az egyébként nagyon visszafogott Katika a könyvelésről, makonya részegen ördög szekérbe gurult be Katikával. Annyira megalakultak, hogy nem is gondoltátok volna róla. Mert akiről tudod, az ugye az nem nagy szám, hogy lerészegedi. Akiről nem tudod, és nem ismered ezt az arcát, ezek a nagy felismerések. Az új arcok. Az új arcok a csapatban. Mizélel még szűz volt, nem csak a harisnyát nem húztak. Ez a jó. Amikor milyen csapatépítő van még? Van a tudományos csapatépítő. Ja, igen. Tudjátok, amikor előadásokra ülünk be, közös szeánszok vannak, hogy a cég még inkább egyfelé tudjon menni. De annak van is ez. Van a végén dizsi, lelazulás, hát lerészegedés. Igen, hát azért van. Egész nap izé van. Figyelj, annyira fáradtak néha az emberek az ilyen után. Szerintem, hogy ott már valaki megiszik egy izét. Van ez, van az akciós, amikor mész ilyen famászásra, kötél. Azt bírom. Az igen. Is jó. Na, az nincs fogópálink előtt. Ott nincs, ott utána van. És van, ami már még? Úgy indulsz, hogy már a buszon iszol. Én voltam ilyenen még a zenetévénél. Tehát mire leértünk, gyerekek, 40 ember úgy szállt ki a buszból, hogy 10 estek el, azon a következő leszálló esett. Tehát már a házi pálinka a buszon úgy került elő, hogy ott nem tudtál nem inni. Mert volt 4-5 olyan ember, aki viszont nagyon erőltette az ivást. Nagy a pálmi kóstolja. Igen, tehát ott előre menekülve kell meginnod, mert áruló vagy, ha nem iszol. Meg a 10-kor fekszünk saját ágyban, remélem megvan a forgatott típusú fókuszos barátok között.
Az micsoda, hogy? Hát figyelj, hát az kötelezik, amikor látod, tudod, amikor elmentünk és nagyon jól éreztük magunkat, hiszen 15 évet zártunk le ezzel a fantasztikus eseménnyel, ezen a pusztán, ahol még kalandpark is volt. Többen kipróbálták, hogy bánnak a labdában. Jó, hát van, van ilyen is, igen, van ilyen is. Igen. Ki lesz az, aki beolvas a főnöknek? Mert ez a típus is van. Vállalom. Ez a típus is van, aki 11 órakor felbátorodik, és elindul. És látod, hogy na most ezen ott kell lenni. Nem kell, csak hangló távolságon belül. Menj utána. Hol vagy? Sosem szabad közbeavatkozni, én azt mondom. Keresni kell az olyan helyzeteket, ami kimozdítanak a komfortzónából, csak légy ott, hogy halld. Én, ha ilyet látok, nem állítom meg. De te, sőt, te tudod, menjél. Ki vagy? Te, pont ezt én a... Nézd meg, téged néz. Tesó, el kell indulnod. Most, én most megmondom, tesó. Én ott vagyok veled. Kicsit lemaradsz. Igen, tudod, kicsit lemaradsz. Fűtöd. Felfűtöd. Igen. Oda küldöd a főnököz és ellépsz. Ha nem jut az eszébe olyan dolog, amiért nagyon mérgesnek kellene lenni, ugye, te eszébe jutatod. Emlékezz vissza 2 éve, mikor bementél fizetésem. Ugye? Na most mondd meg neki. És látod az áldozaton, hogy már irányítható. Tehát a Jedi trükkel már bárhova elküldöd. Ez a nem mersz mesztelenül beugrani a folyóba, és látod, hogy vetközik. Na ezt kell meglovagolni. Így van. Egy üvölt, és kétről üvöltözöl ezen. Tehát, igen, és van az tényleg az a típusú részeg, akivel egy idő után bármit végrehajtatsz. Én ezt a karaktert is nagyon szeretem. Az áldozat, nem? Az áldozat. Ez a nem mersz oda menni, megfogni a Marika fenekét nagyon durva, és elindul Marika felé. Legegyszerűbb Dónk Janival van, mert ő ugye az első pálinka után már erre szerintem kaphatod, a igen. Második után te simán oda fogsz menni bárkihez. Igen. Harmadikán meg megdobhatjátok ugyanezt lángoló pálinkán. Na, úgyhogy várunk SMS-eket, jó? Kivel mi történt? Csapatépítő. Ez most nagyon fontos. Elindultatok, megtörtént a céges beszéd, elmondta a vezérigazgató, amit ott akart, és utána elkezdtetek inni, kikinek szólt be, kikit molesztált, kikivel táncolt, mi történt, jó? Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Egy jó kis David Bowie gyerekek, egy jó kis Mester. David Bowie, így van. Hát szeretjük, nem szeretjük, azért ikonikus figurája. Ugye a popzenének szegényként ő is. Megboldogult. Igen, most hallottuk reggel, hogy meghalt Lemmy is. 69, David Bowie, Lemmy 70. Igen, csak amit mondta, hogy lehet szeretni, nem szeretni, korszakos volt az ember, tehát hogy nem lehet elmenni mellette. Igen, nektek ilyenkor nem jut eszetekbe az, hogy a következő generált... Nem? Jó. Csak lépkedsz egyre följebb is, hogy, ez a halálféle kis figura, ez a csávó, ez tényleg nem válogat. Ez basz, nincs, ő nem nézi azt, hogy ki vagy, mit csinált, mit tett, semmit. Ő nem válogat. Ő csak jön és visz. Nem? Mindenkit. Senki nem menekül. David Bowie, vége. Nincs többet. Lemmy, a Motörheadből ikonikus figura. Egyszer csak olvasod. Mindig eszembe jut, és mindig kicsit szorongani kezdek, mert az ember gyarló, és azt mondja, hogy nagyon sajnálom, de egy ilyen hírnél eszedbe jut, hogy veled se fog válogatni. Nagyon ne indítsuk ezzel az új évet, de én ezen nagyon sok... éven van már csak. És az is eszembe jut, hogy oké, ez a generáció megy most el, és lassan odaérünk majd, hogy te lépsz a helyükbe. Tehát ugye megvan a sorrend, ugye nyilván az elhalálozási sorrend, hogy volt egy generáció 60-as, mint az 50-es, a 60, nem tudom, de hogy lassan majd odaérsz, hogy a 60-as, 70-es születésű generáció kerül oda, hogy közülük kezd el. Húzzál már, ne gondolk, hogy egy céges csapatépítőről beszélgetek, hogy a hétvégén is bulizó. Hogy ez a halálféle nevezetű bácsi, vagy nem is tudom ki ő nem. Bármikor, nem nézi. Bárhol, bárkit. Egyszerűen csak az, hogy hát most téged viszlek. Hogy a két embert összehasonlítjuk egymással, David Bowie-t meg Lemmy-t. Most egy évvel tovább húzta Lemmy úgy, hogy mondjuk David Bowie valószínűleg már nem ivott, nem dohányzott, már nem kokszolt valószínűleg évtizedek óta. Azért. Igen, volt neki is azért egy ilyen vadabb időszaka. Nyilván makrobiotikus táplálkozás, nyilván hogy hívják, korán fekszem lealudni, nyilván nem kell hetente 3-szer elővöltenem az AIDS of Space-et, érted, ahogy Lemmy-nek el kellett, és mégis, Lemmy volt az, aki egy évvel tovább húzta. Igen. Én meg leszoktam a cigiről, futkározom. Normális esélyed. Vegyél, Lemmy. Hülye vagy ásod a sírod. Lehet, hogy ebbe fogsz belehalni, hogy nem tudsz rágyújtani. Hát ez az.
És 90 éves korodig éltél volna. Azóta se semmi? Semmi. Semmi? Szilveszterkor sem. Ne csináld! Pedig nagyon kemény szilveszterünk volt. Kemény volt? 29-én letettük a lantot. A lantot, és harmadikán reggel vettük föl. És úgy volt, hogy lent voltunk Velencén, és aki arra járt, az bejött, aki arra járt, az ott maradt. Egy kicsit megaludt, elmentünk irándulni a gyerekekkel, szerintem egy 5 literes unikumos üveg az volt, igen, az egyik kollégánál. Hogy megfagyjunk azt a hegyekből. Kézzelállásba seggelíted a törköit. Mi? Az 4-kor volt. Az már 4-kor volt. Ánuszba, ugye, ott még másodikán olyan buli volt, hogy azt se tudom, hogy mentünk haza. Óriási volt. Igen. De hát akkor, Lemi napi 1 liter viszki. És az 70 éves koráig. És dohányzott végig. Én meg... Szóval igen, nem válogat. Na jó, van, visszatérve egy kicsit vidámabb témára. A csapatépítésről beszéltünk, mert hogy péntekre ugye mi is megyünk, és kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy mit történt már veletek csapatépítő tréningen, mert ugyankor a nagy egymásra találások, a nagy berúgások, a nagy beolvasások, kibékülések, vagy éppen összeveszések ideje jön el, amikor az ember megtalálja azt a kollégát, kolléginát, akivel vagy hosszú évek óta nem beszélt, vagy nagyon jóban van, vagy szeretné a viszonyt egy kicsit még szorosabbra fűzni. Ugye hát ilyen próbálkozások is vannak azért. Hogy... De hát ha most engedi felkiáltással. Most megiszik két pálinkát, és engedi, és elindulunk a célszemély felé. Hát vannak érdekes események, hogy ki mit élt már át. Elmentünk megnézni az új James Bond filmet, ez csak példa arra, hogy vannak rosszul sikerült csapatépítők is a kollégákkal. Ez volt a csapatépítő. 20 percet bírtam, majd bealudtam, a férjem bögdösött, hangosan horkoltam. Egy cégnél dolgozunk, náluk ez volt a csapatépítő. Anikó küldte nekünk. Megpróbáltam a csapatépítő megdobni a székletemmel a főnökömet. Oh. Szerintem ez korrekt. A másik véglet. Ez. Mi valahol kettő közé próbáljuk majd belőni a dolgot, amit csapatépítőnk. Tehát a mozi és a székletet dobálás. Nem talált végül, a mai napig együtt dolgozunk. Itt azért a részletekre kíváncsi lennék. Az ötletgazdára, igen, a megvalósításra, a kivitelezésre. Ugye bennem azért további kérdések merülnek föl, hogy hogyan és milyen alapon. Ki volt ott, ki volt a cinkostárs? Pontán tervelődött a lövedék, hogy pedig rákész. Hoztad, vagy a helyzet. 3 napja készültél rá, így gyűjtögetted. Ugye azért így van. Nagy kérdések. Így van, egy nagy mozsár volt, vagy pedig csak egy kis tábori tarac. Igen, volt a cinkostárs, egyedül csináltad. Szóval, hogy na mindegy, itt még azért lennének kérdések, de jóféle csapatépítő lehetett. Azt mondja, hogy a főnököm egy szál alsógatyában dobálta a papírpénzeket a biliárdasztal körül, ő sem volt szomjas. Megnéznénk így a mi főnökünket is. Nagyon szívesen. Azt mondja, hogy volt munkahelyemen, minden évben mentünk csapatépítő tréningre. Amikor először mentem, akkor szembesültem azzal, hogy a főnököm, aki nő volt és HR vezető, és a HR vezető, aki szintén nő, szerelmesek egymásba. Aha. Viszont kellő mennyiségű alkohol után a főnököm már rájött, hogy a fiúkat is szereti, és mindenkire rányomult, akire csak lehet. Szegény raktáros fiúkat nagyon sajnáltam, úgy menekeltek előle, mint malacok vágáskor a böllér elől. Puszi Marja. És ugye a főnöknek mit mondasz? Hát, ott be kell vállalni. Igen. A legszebb stádium, amikor már őszintére issza magát a társaság, utána pedig jön az én nagyon szeretlek téged stádium. Egyébként tényleg, na ez milyen jó, ez is egy érdekes stádium egyébként. Miközben azt se tudod már, hogy kitől elget. Igen. Azt mondja, pár éve egy mezőkövesdi szálloda, még a külső homlokzati festést is kiszámláztam, mivel egy kedves kolléga kiásított az ablakon. Azért, amikor megjön a kis számla, nem? Azóta nem nagyon mentünk csapatépítőre. Hát vagy aranyeső, vagy kiásítás, ugye? Attól függ. Két gyerekes anyuka visszajött gyedről, és kieresztette a gőzt, mindenkivel táncolt, akár ismerte, akár nem. Hát viszont a tánc, azzal még nincs baj. Kérdés, hogy utána mi történt. Azt mondja, hogy én a csapatépítő tréning második estén 40 dolgozó előtt egy combrugással küldtem padlóra a góri. Hátja, írta nekünk, ez is jó. Céges buli decemberben a haverom a lánytesójával smárolt, picit berúgtak mind a ketten. Oh. Hát az szerelem az ilyen. Szerelem nem válogat, ugye? Azt mondja, hogy... Most olvastam pont egy idézetet egy amerikai humoristától, azt mondta, hogy ugyanolyan volt a viszonyom az édesanyámmal, mint a nővéremmel, csak vele nem szexeltem annyit. Jó. Csapatépítéskor hajnalban az egyik kolléga kimászott kívülről a 4 csillagos hotel falán, majd amikor a biztonsági őr megvilágított a lámpával, akkor lejött, mint a pókember.
és a részeknek nem lesz baja, látod. Én az ilyet imádom. Gyuri, Gyuri, gyere már le a falról, Gyuri, a rohadt életben, másszál már le onnan, hülye vagy, én mit csinálok. Én azért várom. Tehát azért én örülök, hogy hajnal kettőkor felkiáltál, hogy én mondjuk a Batman, azt leugrana valahon. Itt beáll egy reflektorral és beleesne a 2-20-ba. Igen. Azt mondja, hogy nekünk is volt disznóvágásos csapatépítés, reggel 7-kor kellett volna Csongrádra érni, egy kolléganőmet 10-kor a vállamon vittem vissza a hotelbe. Ő nem spórolt. Nem spórolt. Na, hát ilyen SMS-ek jöttek igazából. Visszafogottak. Még a legdurvábbakat szerintem. Szerintem a hallgatók nem küldték el. Csapatépítésről jött még egy, megérkeztünk az apartmanba. Egy kolléganőmmel kerültem egy szobába, hajnalban a buli után mentem vissza más kollégámmal aludni. A bőröndöm diszkréten ki volt rakva a szoba elé. Szakadtunk a rögést. Igen, hogy ne zavarja őt, mikor hazaérkezik. Na, hogy valakivel ő már ment azért? Azonos nemű kolléganővel raktak egy szobában, de ő gondolom hamarabb lefeküdt, és úgy érezte, hogy nehogy már későbben érkező kolléga megzavarja, bőrönd kirak. Old meg, aludj valahol. Ja, értem. Nálunk egy-egy a szobák vannak, csak mondom, a csapatépítőn. És ezt vagy olvastam, vagy felmentem a honlapra, ahova megyünk, megnéztem. Igen. Vagy a levélben volt benne. Nem, ezt küldték. Ez ilyen felhívó jelleggel? Tehát csak tudatjuk, drága kollégák, hogy egy ágyas szoba? Igen. De dupla ágy, ahol egyedül nem, a... Nem, egy sima. Egy sima ágy. Fura lesz a felesége, mert külön szobában aludni. Szia, igen. Szia, drágám. Hol a találkozó? És osonyát éjszaka. Új, de jó. Igen, aludj van. Tényleg. És ijesszem meg. Tudod, éjszaka oda söndörödni mellé. Igen, az jó. Halkan a folyosón észre, ne vegyenek. Jó éjszakát, mi kis becsukott az ajtót. Igen, hallottam. Itt vagyok melletted. Igen. Na. Azt mondja, hogy jött még egy, havonta történnek nagyon brutál dolgok velem, trénerként dolgozom 13 éven. A legkeményebb talán az volt, amikor a multicik 3 napos tréningén a szállásadó ki akart tenni magáért, és a szervezet borkostolón egy welcome koktéllal várta a srácokat éjfél körül, mivel ingyen volt minden, legalább 3-at ivott. Másnap reggel az egyik lelkes kolléga sugárba lehányta a reggeli asztalnál a vezérigazgatót. Abban a negyedében ugrott a bónusza. Péter küldte nekünk. Hát, ezek szép történetek. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Én nem nagyon járok templomba, szerintem ti se, ugye? Nem nagyon járunk templomba, nem vagyunk templomba járók. Egy fekete mise becsúsztam, halmi dűlő. Nem vagyunk templomba járók, de biztos ti is hallottatok arról a papról, aki a múlt héten bukkant föl, csak ugye a múlt héten mi nem tudtunk vele foglalkozni, mert hogy szabadságon voltunk. Ő az, aki egy magyar papról van szó, és egészen átformálta egyébként az Isten tiszteletet, a misét, mert hogy... Hát volt olyan bátor, hogy belevette a Star Wars-t magába a misébe, és ő a Star Wars-szal, a fénykarddal, az erő ébredésével akartam. Hát nem azt mondom, hogy tanítani a tanítványait, vagy szórni az igét, de egyfajta újítást bevezetni a miség területén. Igen, elmondani ugyanazt, csak máshogy. Egy tényleg egy magyar papról van szó, aki azt mondta, hogy ő hisz a Star Wars őrületben, és szeretné valahogy új formában átadni az igét az Isten tiszteletre járóknak. És állítólag baromi népszerű, nagyon-nagyon sokan szeretik, ez egy sima átlagos katolikus Isten tisztelet, amit ugye úgy kezdett, mármint a prédikációt, hogy megihletett engem az erő ébredése. Szenzáció. Én olvastam ezt a cikket, hát egész egyszerűen szenzációsnak tűnik. Tudod, aki hozzászokott már a sztenderdekhez. Igen. Utána egyébként idézett a Csillagok háborúja a filmekből, és belefűzte azt, hogy megnézte az új Star Wars-t, majd egy kellő pillanatban elkezdett lézerkardozni. Igen. És néhány gondolat elejéig kitért még a Star Trek-re, illetve Babylon Fire. Igen. A minisztránsok hozták a füstölőt, a pap elővett egy ilyen prezentációs használható ilyen kis lézer pöttyöt, amivel ugye megvilágított a táblát éppen ott, ahol tartasz, vagy amiről beszélsz, és hát a tömjénen keresztül megmutatta a lézersugarat, hogy lehet ezzel lézer kardozni. És ami hát ilyen fontos, istentiszteletre el kell menni, nem? Zseniális. Hogy még gyerekek, arra is vigyázott az emberünk, mert ebből az átlag ilyen lézervetítő, az a piros színű, és a piros a gonosz színe,
volt. A érted? Ugye a sziteké volt, és ő miért szerzett zöld szitét? Zöldet neki szerzett. Zöld lézerkardja volt. Ez nagyon szép. Stílus helye. Igen. Na most azért azon elgondolkoztam, hogy mi van olyankor, amikor te nem érted, mert mondjuk nem láttad, hát itt vannak nyilván idősebb Isten tiszteletre járók is, hogy ők ezt így hogy vehették vajon? Mit szólhattak, amikor hirtelen Gábor pap elkezdett kardozni? Vagy elkezdett az erőébredéséről beszélni? Ez is a gonosz, mint az előző is, az is. Megszállta az ördög, mondták a 70 pluszos hallgatók. Tehát van, aki elment erről az istentiszteletről, vagy mindenki szállítása nézte? Állítólag egy ember állt fel, aki ott hagyta azt az istentiszteletet, a többiek viszont nagyon imádták a lézer bemutatót. Igen, mert csillagkapus volt. Felállt és kikérne magát. Maga a csillagok háborúja nagyon illik, hát ott megvan minden, ami megvan mondjuk a Bibliában is, nem? Tehát megvan a jó, megvan a rossz, megvan a természet feletti, megvan az erő, a jó győzedelmeskedése, a rossz felett. Hát mi minden, ami erről szól, hát Lukács is nagyon sokat merített. Tulajdonképpen sok mindenből, többek között ugye a Bibliából is. Tehát a kettő kapcsolódik azért, vagy lehet találni találkozási pontokat? Egyértelmű. És az hogy tényleg ilyen formabontó módon próbáljanak átadni ugyanazokat a dolgokat, amiket előtte több száz éven keresztül már, ugye, valljuk be őszintén egy picit azért unalmas módon tettek az elődei. Én annak idején én például áldoztam, bérmáltam, első áldozó voltam, stb. Én elég sokat jártam templomba. És megmondom őszintén, hogy azért volt egy pár olyan alkalom, kb. 30-40 mise, amiben úgy belaludtam kicsit a felénél. Igen, mert hogy megszokod ezeket a sztereotípeket, megszokod a sztenderdeket, mindig ugyanazt mondja, hát szinte, mindig ugyanúgy. És tudod, az egész kezdve... Nagyon variálni, hát nehéz is azért. Igen, de lehet azért izgalmasabban. Persze, unalmas. És nem vágtál senkinek a kezét, meg nem volt sem. Nem mondd ilyen, hogy az első minisztráns fiúnak megjelent. Paráználkodtam! És azt mondta az atya a fiúnak, én vagyok az apa. Na, itt van velünk Gábor pap a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Na, mik a visszajelzések a misével kapcsolatban, vagy a miséről? Hát mondjuk meglepően pozitív hatása lett. Nem volt olyan, vagy én nem találkoztam olyan időssel sem, aki nagyon meg lett volna botránkozva. Lehet, hogy van olyan, de szerintem gondolom, hogy most nem hallgatja úgyse ezt az adást. De ettől függetlenül, tehát nem a botránkoztatásra ment ki az egész, meg nem az extrára, hanem pusztán csak a modernkori eszközöket vezettem be, hogy szemléltessem azt az evangéliumi szakaszt, amiről szó volt, hogy a láthatatlan láthatóvá válik, hogy a láthatatlan Isten látható emberként jelent meg köztünk, és hogy mi emberek képesek vagyunk az Isten fényességéből valamit tükrözni. Tehát milyen, mondjuk úgy, törőközeg vagyunk, akik képesek vagyunk visszatükrözni azt a fényt, amivel megvilágít bennünket az Isten. Volt egy ilyen mondat, hogy az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. És én ezt szemléltettem. Úgyhogy a tömén részecskék, ugye, azok az emberek, a lézersugár az a Istennek a fényessége, és hogy hogyan törjük meg. Csak hát sikerült úgy látszik megtalálni a megfelelő hordozóanyagot az üzenet átvitelére. De ezt kipróbáltad otthon? Tehát eljátszottad ezt, hogy néz az majd ki az, hogy kicsit belegyezed a tömjénnel, megvilágítod egy zöld kis lézeres kivetítővel, és az valóban fénykar, de vagy ott ezt improvizáltad? Nem, hát én ugye érettségiztem, tanultam fizikát, és ott ezt mi végre is hajtottuk ezt a kísérletet. Szerintem egyébként bejönnének a fizika órák is, hogyha hasonló módszereket alkalmaznának. Szóval így gimibe is azt is élvezetessé lehet tenni. A papi körökből kaptál visszajelzést? Felszólító levelet? Azonnal hagyja. Miféle istenkáromlás történt ezen a misér? Azonnal hagyd abba és térj. Oda csörgött Erdő Péter, és az egy Gábor, majd gyere már be hozzám egy kicsit elbeszélgetése. Volt bármilyen visszajelzés? Nem, tehát nem nagyon érkezte. Aki látta, az gratulált, de egyébként elmarasztalást nem kaptam, de hát miért is kaptam volna, amikor igazából én semmi más nem mondtam, mint az evangélium, csak megfelelődött.
megfelelő személyzetű eszközt használtam. Tehát, mi abszolút veled vagyunk, abszolút, tök jó. Abszolút, én abszolút, 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 nagyon szeretjük. Én például megtanítatnám a Kántorral a főcím zenéjét a Star Wars-nak orgonán. A fő témát, igen. És arra jönnél be. Persze, akkor már trombita meg üzdob is kéne, tehát ez nem elég az orgonán. Meg lehetne nyitni más irányokba is. Be lehetne hozni a Gyűrűk urát is. Sauron szeme mindent lát. Ott van az élet mindentől, hogy megkísértsen minket, de... Egyébként ezek a modernkori mítoszok, ezek azért olyan népszerűek, mert valahol az alapüzenet az bele van írva a szívünkbe. Tehát, hogyha léteznek ezek a mostani mítoszok, kipattantak valakinek a fejéből, és sok ember elmegy megnézni, az szerintem azért van, mert itt valami interferencia van. Tehát, hogy az ember szívében bele van írva ez az üzenet, hogy létezik a jó, létezik az abszolút jóság, és hogy a jó legyőzhetetlen, tehát, hogy a sötétség nem győzte le a világosságot. Nem csak azért, mert szeretik 3D-ben nézni az űrcsatákat? Még 3D-ben nem néztem meg, de... De láttad egyébként? Megnézted? Megnézted? Láttam, persze. Tetszett? Persze. Igen, nekem tetszett. Mondjuk én a Jedi visszatért láttam először gyerekkoromban, 84-ben a csillagmoziba, ahol apukám elvisz, hogy ugye anyu tudjon otthon tanulni, akkor már hárman voltunk gyerekek, és nekem az volt az új részben, az volt a nagy szám, ugye nem a mondani való, mert az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Csillagok háborúja, tehát az ugyanaz. Egy ezekben ugyanazt csinálták meg, igen. Igen, viszont az, hogy azok a szereplők, akik fiatalok voltak, amikor gyerek voltam, és most megint megnéztem, és valamilyen nosztalgikus hangulat lett rajtam, úgy, szóval nekem ez nagyon tetszett. Ó, hogy, hát figyelj, nálunk persze, a félmozi besírt, mikor megjelent a Han Solo, tapsoltak, mikor megjelent Leia, a Luke-nál mindenki bekönnyezett, pedig Luke csak egyet nézett, tehát sok dolga nem volt a szöveg összeolvasáson, ugye, de hát ahogy ő azt ott meg pillantotta a végén, zseniális volt. Ki a kedvenc karaktered? Hát igazából... Vagy ki volt gyerekkorodban? Gyerekkoromban a Luke volt. Luke? Hát igen, jó. Igen. Hát nyilván, hát azért volt az őrlézer is. Már meglepődünk volna, bedobsz egy Boba Fettet. Nem el vagy. Igen. Lesz folytatás egyébként? Hát én mindig igyekszem szemléltetni, tehát mikor mit sikerül találni, de hogyha találok valami szemléletes párhuzamot, azt bele szoktam vinni a misébe. Úgy a mise rendjét nem változtattam meg, meg nem is alapítottam meg a Jedi Egyházat, mert láttam, hogy van ilyen, nézegettem a bejegyzéseket, hogy miért Star Wars mise címet kapta ez az egész, és nyilván mert figyelemfelkeltő, de semmiképp nem azért, mert hogy én ehhez a... Tehát ezt szeretnék elhatárolni, azért nem vagyok olyan, tehát hogy ilyen Star Wars-os Jedi lovag meg ilyenek, hanem én egy katolikus pap vagyok, csak szeretek szemléltetni, és mindenkit szeretettel várok természetesen. Hát a fiatalok is jobban beülnek misére, így, nem? Egészen biztos, hogy jobban eljut hozzá az üzenet. Persze. Érthetőbb. Egyébként ez egy ifi mise volt, tehát ez főleg fiataloknak szólt, azért is használtam ezt a hasonlatot. Van többféle korosztálynak is, tehát hogy mondjuk nem a mise szerkezetét változtatjuk ilyenkor, hanem inkább a mondani valót úgy fogalmazzuk meg. Tehát van a reggeli 9-es, az gyerekmise, akkor is viszek mindig valami szemléltető anyagot, csak akkor még ez a lézeres nem jutott eszembe, mert különben is ez 12 év fölött van. Persze, világos karikásság. Van a korhatár nálatok is, 6 pluszos 12-es, 16-os, 18-es, ez nagyon sehez. A pluszosoknak miből idézel? Hajmási Péter és Pál apostolok elmentek a Korintus. Nem, hát azért nagyjából ők is szokták venni azt, amit a fiataloknak mondok. És mondtad az elő, hogy nem is ment ki senki, tehát nem állt föl senki, hogy ez Isten káromlás, keresztet vetett és kiment. Hát kiment, azt olvastam én is a cikkben, hogy kiment, meg én láttam is, hogy kiment az illető, de hát mi Jézus is, amikor beszélt, akkor egy csomóan ott hagyták. Hát vagy Star Trek rajongó volt, nem lehet tudni. Hát vagy irodalom szimpatizál. Ja. Igen, a birodalmiakat szimpatizál, igen. Nem, esetleg félreértette, lehet, hogy azt hitte, hogy én ilyen Jedi egyház felé mozdulok el, de nem. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes történetet. Ezt már a múlt héten olvastuk, csak nem voltunk adásban, aztán nem tudtunk ezzel foglalkozni. Szimpatikus kezdeményezés. Úgyhogy reméljük, még sok hasonló lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szívesen. Csak így tovább, így van. Az erő legyen. Illetve, köszönjük szépen. Hello, ciao. Hello, sziasztok. Köszönjük szépen.
Gábor atyám, ezt kellett volna mondani, a Gábor atya. Gábor atya. Köszönjük, köszönjük imádom, szépen. Imádom, gyerekek, nagyon jó, így kell csinálni, modernizálni kell, nem? Így átadod az üzenetet, ugyanazt, amit évezredeken keresztül, anyaszentegyház, átadod, de... Picit lehet változtatni, hogy tudjanak vele azonosan. Lézer kard. És most kis padamánok, nyissátok ki a Zsoltárok könyvét. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A 7 órás téma, amivel mi készültünk, az egy érdekes dolog, mert hogy szerintem az eset, amiről beszélünk, az ugye nem Magyarországon történt, de akár Magyarországon is megtörténhetett volna, és mindenki, aki boltban dolgozik, találkozhatott már hasonló szituációval, hasonló vevővel. Szerintem mindenkinek megvan a boltban a saját mumusa, aki tudja, hogy mikor érkezik, mit csinál, mit kér, és hogyan próbál belekötni a bolti dolgozóba. Történt ugyanis, hogy Amerikában egy Starbucksban a kávézó közepén akarta elvégezni a nagy dolgát egy férfi, és hát nyilván az eladók megdöbbentek az akción, a pali bejött a Starbucksba, ott közben ment a kávérendelés, készítették a te kis lattédat, éppen csinálták a kis kávédat, mire megérkezett emberünk, és hát egyáltalán nem zavartatva saját magát, megtörtént a dolog. Felvették egyébként videóra, hát nem ajánlom, hogy ebben a formában így nézzétek meg, direkt nem is akarom nagyon bejátszani. Megtörténik minden, aminek meg kell történnie. Ő úgy érezte, vagy Starbucks perverz volt, vagy nem tudom, hogy neki ott kell ezt a dolgot megcsinálni és elvégezni. Egyébként rendőrt hívtak rá egészen furán, egészen gyorsan, tehát pillanatokon belül hívják a 911-et, és mondják, hogy hát közvetíti a csaj, hogy éppen mi történik a Starbuckson belül. És mondja, hogy hát most letolta a nadrágját jelen pillanatban, és hát jöjjenek ki, segítsenek elvinni, mert emberünk ott végzi éppen a nagy dolgot. És a csávó nem is akart elbújt, tehát nem is volt egy olyan, nem volt az a szemérmes, nem volt ez, amit a kutya, hogy elvonulok, szégyellős vagyok, ha néznek, ott mindenki előtt. Mit csinálsz, egy ilyen történik, azon gondolkozom? Hát levideózom. Valószínűleg nem kezdenék el videózni. Elkezdeni videózni? Hát persze. Ki vagy te az eseményben, azt azért határozom, hogy egy vendég vagy? Aki akarod, vagy az pedig, vagy pedig te vagy a pultos, aki várja, hogy kérdék a következő kávét. Mondjuk az egyik vendég vagyok. Ha vendég vagy, akkor videózol. Ja, tehát, simán, nem? Aha, tehát megiszod a kávét. Hát persze, ott ülök éppen, hogy eszegetem a lattét. Eszegetem most karamelles brownie-mat pekandióval. Na, igen. A kis beszomat. És akkor hirtelen valaki így érted. Ott elkezd itt akciózni. Egy másik. Ő vajon tudja ilyenkor, hogy hol van? Vagy egy nyilvánosnak alternatíva lehet? Lehet részleg, vagy lehet? Elnézést! Nem tudom, látják, hogy mit történik. Te oda mész, megpróbálod megakadályozni? Hát jelezném biztos a személyzetet. Átpasszolnád másra. Nem, én videóznék, én mondom, tehát, hogy az egészet rögzíteném az akcióval együtt. Igen, az egészen a rendőrök megérkezéséig. Az emberhez például nem lenne egy vágott, meg egy vágatlan változat. Oda mennél az emberhez, aki csinálja az akciót? Dehogy mennék, hát érted. Hát ha valami gond lesz belőle. De van az a pont, ahol még meg tudod akadályozni. Hát, megdob vele. Vannak egyértelmű pontok, amikor már látod, hogy mire készül. Tehát itt is bejön, de teljesen gyakran... Mit csinálsz? Hogy akarsz, hogy ezt felrevesz a gatyáját? Ezért kérdezem, ugye, hogy van az a pont, amikor már ugye látod, hogy elkezdi kigombolni a nadrágját. Hát akkor gyanítod, hogy itt csúnya dolgok történnek. Mert ott már nem tudsz odaugrani. Igen. Hol van az a pont? Igen, hogy hol van ez a pont, amíg még reménykedsz, hogy nem az fog történni, ami szerinted egyébként történni fog, de azért valahol legbelül mélyen bízom benne, hogy nem fog megtörténni. Kigombolja a slicét, vagy mit tudom én. Szerintem akkor még nem hiszed el. Azért mondom, hogy van egy pont, amikor már el kell hinned, amit látsz. Igen. Hát akkor tolok alá egy tálcát. Gyorsan segítsük. Na, de nyilván nem erre akarjuk a dolgot kifuttatni. Valószínű emberünk egyébként erősen illuminált állapotban érkezett a Starbucksba, és hát ő úgy érezte, hogy ez neki egy pillanatnyi megvilágosodás jelent, hogy mindenki előtt. Vagy bosszú. De ez mi vagy egyfajta bosszú. Hát igen. Kirúgott alkalmazott, vagy igen. Rájuk nyitott egy Mac-i, és akkor ez így nehezen tűrik. Tehát, hogy harc megy a McDonald's és a Starbucks között, nem tudjuk.
Minden esetre maga a videó azért tényleg ott azért a céges logó mondjuk, hogy azt szerintem árulkodott, tehát hogy azt látod, hogy aki éppen ott végzett dolgát, az egy közeli, egyébként a konkurens céghez tartozó. Azt mondjuk nagyon menő, hogy átjöttek a burgerről. Igen, ezt levittétek a láttjára. Ezt ne. Igen. Valószínűleg nem egy elégedetlen hónap dolgozója, nem? Uh-huh. Aki nem kapta meg a juttatást, és így állt bosszút. Kedvenc munkahelyet. 300 karácsonyi tíz kapucsinot csináltam egy Igen. Na, de hát nyilván nagyon sokan hallgattok bennünket, drága Morning Show hallgatók, akik különböző boltokban dolgoztok, és hát el tudjátok mondani, hogy milyen fura vevőitek vannak. És nem kell, hogy ez élelmiszerbolt legyen, ugye ez lehet tényleg bármilyen kis boltocska, amit ti visztek, vagy eladók vagytok, vagy akár a tiétek, és tudjátok, hogy ha az adott ember, az adott néni, idős bácsi megjelenik, akkor mire lehet számítani? Ugye, hát akár ez lehet egy hentesbolt, egy élelmiszerbolt, vagy egy cipőbolt, egy gyógyszer, tehát tényleg bárki, mert hogy minden ilyen helynek megvannak a saját kis gyöngyszemei, akik visszatérő vendégek, akik mindig egy picit reklamálnak, akik soha nem találnak valamit, akiknek nem tetszik, hogyha a cukor a hármas polcon van, az miért ott van, nem? Az öntős vendégek, akik hogyha megjönnek, akkor már rögtön az... Jaj, ma se kellett volna kinyitni. Megint itt van. Igen. Tehát az olyan elégedetlen törzsvendég, aki ugyan mindig reklamál, mindig csinál valamit, mindig van fura szokása, de mégis mindig ugye visszajár. Ezekben az az érdekes, hogy vannak, akik már a belépés pillanatában szidják a boltot, az alkalmazottat, de mondjuk 10-20 éve oda járnak. Nem? Szereti valamiért. Itt szólítanám fel a 13. kerületi Váci úton lévő ezermester bort tulajdonosát, hogy most telefonálhat. Ez 5 évvel ezelőtt a szemem láttára zajlott, és meg is kérdeztem a csávot, hogy bejött egy bácsika. Ez kedd délután volt, határozottan emlékszem, 17 darab kis apró szöget kért, ilyen 1 centiset. Azt mondja, az dekára mérik. Tehát, hogyha abban a szöget venni, ő dekára kérde, ő 17-et kért. És elment a bácsi, én álltam mögött, és mondtam, hogy ő minden kedden délután bejön 17 darab szögért. Na! Mi milyen szerencsé, hogy csak hetente egyszer? Minden kedden ott van a bácsi, 17 darab szöget megvesz, és nem is nem. Ez meg két kedd után ezt már kirakod neki az asztal szélére. Igen. Nem? Ránéz, az óra 10 perc szóval itt van. Leszámolod, zacsi, és kirakod a szélére. És aztán megérkezik a bácsi. Azért 3 kedd után szerintem, mert az alkalmazottak agyalnak rajta, hogy mire kell. Ez beszélt el én is el, hogy elkopik. Tudjuk, hogy mit csinál vele? Mit aztán semmi, nem szól. Egy szó, 17 darab 1 centis kis vízés szöget kérek. Puff, leszámol, fizet, elmegy. Szenzációs. Na, hát ezeket is megírhatjátok nekünk, tényleg, aki fura dolgot kér, aki mindig keres valamit, ami nincs a boltban, de mégis mindig visszajön, és ugyanazt a dolgot keresi. Aki reklamál, aki elégedetlen. Írjátok meg nekünk, jó, hogy milyen furcsa vevőkkel találkoztatok már. Valaki egyébként a Starbucks-os fazorral csak annyit írt, és tökéletesen igaza van, hogy egyszerűen csak kopiluvákot készített. Tényleg. Házi kopiluvák. Berágott a cibetmacskára, és azt mondta, ezt én is meg tudom csinálni. 17 ezer forintért. Nem kell, hogy egy cibetmacska. Amúgyis egy lelkes állatvédő. Egy lelkes állatvédő, aki azt mondta, hogy igen, védjük meg a cibetmacskákat, készítsünk mi inkább kopiluvákat személyesen. Téged mennyire szeretnek boltokban? Te mennyire vagy az a reklamálós? Te se lehetsz egyszerű, nem? Vannak, úgy át a cukrászták rémben, hogy azt tudjuk, hogy téged azért... mennyire szeretnek boltokban? Hát cukrászták zárnak be, mint süsű, mikor megjelent, és bezárták a zsalukat, tudod, és eljel megjelentek, az utcában megjelent, szerintem a cukrászdákot felsírnak, mert azt mondják, úristen jön. Egyébként, ha már felimolta a szeget, meg a csavart, meg stb. Ezeket a dolgokat én is darabra veszem. Tehát, hogy én tudom, hogy mennyire van szükség, és akkor mindig van egy kis ráhagyás, mit tudom, 2 darab, és akkor ennyit veszem. Nem veszek többet, annyit veszek, amennyire szükségem van. És amikor elfogy otthon, akkor megint veszek. Mert utálom, hogyha otthon van egy csomó szeg, hát tényleg egy csomó csavar, meg ilyesmi. Szerszámos ládába betenni egy csomó csavart, meg szeget, hát az annyira nyomasztó, hogy az ott ugye, az egy lakás egy pontján egy szerszámos ládába. Forgatom mindig egyik faggól a másikba, hogy legalább valami mozgás legyen. És szegények ne érezzék magukat egyedül. Hát valami azt már legyen, hogy ott állnak. És mindig ugyanannyi te is, és akkor arra leszámolod. Igen. Mi nem vesz egy zacsit, aztán majd tart, ameddig tart, és akkor veszel újra. Vagy veszel 2 zacsit, aztán maximum eláll egy évig ez. De az a baj, ez rendetlenség, hogy... nem? Hát egyrészt foglalja helyet. Ha soha többet nem kell neki, akkor mi a francnak? Kidobott 30 forint. Figyelj, megértem egyébként. Abszolút megértem, hogy azért ne szórjuk a pénzt. A rohadt életben hát ne szórjuk a pénzt. Apám egyszer 30 évvel ezelőtt beszerzett például egy talicskány ilyen fekete befőttes gumit, még mindig vannak belőle bontatlan csomagok, de legalább 10 vagy 12 darab. Tehát, hogy én ilyen hibákból nem esélyen tanulok egyébként az őseinek a hibáit. Még mindig van 12 darab befőttes gumit. Simán. És te ezt költözésre hordod? Nem olyan nehéz. De,
nem azért, csak tudod, hogy az az anyag, amit 30 évvel ezelőtt csináltak, az már elok. Az nem. Ez egy ilyen mementó, hogy miért ne vegyek sok csavart. Ránéz a befőttes gumira, és rájön, hogy nem pazarolt. Hát nézd meg, még itt van 30 éve, apám húzza a befőttes gumira. Budi papírból mennyit veszel? Mindig egyet, és minden nap lemész? Most, hát jó ideig nem kérdezem, mert ugye ott vannak 12-es, 16-os kiszerelések, hát mi van holnap, megmutálunk érte. Az egyik kitelepülésünkre az egyik kedves hallgatónk, aki a WC papírárus, aki meglepett minket, és hozott valami 40 gurigával, és még mindig van. Petyárja, te ezt elég rossz. Két éve hát, volt. Jó van, de hát... Baján volt két éve, hallod? Tavaly gyáron volt baján. Hát mennyi rossz az esztek? Ha tényegák azért, igen? Ha hetente jártunk, vagy szénnyel jön ki, vagy mit csináltok? 40 guriga. Hát... Két oldalas. Értem. Igen, visszahelyezitek, hogy ez az oldal már foglalja. Na jó van, drága hallgatók, tehát tudjátok mi a téma, írjátok meg nekünk. Gyógyszertárak, családi vállalkozások, zöldségesek, tényleg bárki, aki valamilyen értékesítéssel foglalkozik egy bizonyos üzletben, írja meg nekünk, hogy milyen fura vevője van. Az ő kis barátja, akitől vagy fél, vagy nagyon szereti, vagy ránéz az órára, tudja, hogy 4:09, és anyuka, apuka megjelenik, és indul a harc. Jó, ki kell lehet találkozni, írjátok meg nekünk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt! Egy érdekes témával foglalkoztunk, hogy egy amerikai Starbucksban egy pali úgy érezte, hogy hát, jöjjön, aminek jönnie kell, őt nem érdekli a tömeg, és készít egy saját kopi luvákot, és hát oda. Ez nektek kopi luvák? Ezt figyeljétek. Igen. Elvégezte a nagy dolgát a Starbuckson belül. És kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ha valamilyen boltban dolgoztok, tényleg ez lehet kutyakozmetika, patika, zöldséges kisbolt, milyen furcsa vevőkkel, vagy furcsa szokásgyakorló vevőkkel találkoztok már, mert hogy mindegyikből van egyébként bőven, egészen elképesztő esemesek. Nem kell átszelni az óceánt ahhoz, hogy nem, egészen elképesztő esemesek vannak. Van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, jó reggel, ciao, Enci. Na, veled mi történt? Hát velem az történt, vagyis hát velünk a boltban, kollektívban, egy drogériában dolgozom, és jár be hozzánk egy férfi, elég nagy darab, ilyen 190, maga 120 kiló körül, otakos, és hadisnyát szeretne saját részre vásárolni mindig. Nem kérdezed meg, hogy mire kell? Meg szokta mondani. Most arra kellett neki, hogy kisbabát vár, és ő hadisnyában szeretné világra hozni. És én így nézek rá, hogy tessék, és akkor az ugyanezt elismétli, kicsit dadog mondjuk. Uh-huh. Hogy hadisnyában szeretné világra hozni a saját babáját. Igen. Hát szegényként valószínű. Hát hétben születik, kislány lesz, és közben simogatja a hasát körbe-körbe. Tehát álbent a drogériában simogatja a hasát, igen, a kis pocakját, mondja, hogy kislány, ez hamarosan szülök, és kérek egy harisnyát. Igen. Aha, de amúgy ő ilyen kedves, ártalmatlan ember, nem? Úgy, ilyen tök ilyen bárányarcú pasas. Aha. De az első találkozáson nem volt olyan, hogy elkezdte ezek körben nézegetni, hogy hol lehet a biztonsági őr? De igen. Amikor távozott, akkor én bementem az öltözőbe, leültem, és így néztem magam elé. És többször jön? Vagy ő csak egyszer jött? Ő jön így időnként, betér hozzánk. És mindig harisnyát keres, és mindig éppen szülni fog? Igen, nem. Valamikor temetésre megy, és fekete harisnya kell neki. Azt a mindenit. Hát én valószínű, hogy nem. Valószínű, nem teljesen. Nem teljesen. Hát igen, valószínű, igen. Igen. Tehát gondolom sok a fura vevő, nem, Denci? Hát egy ilyen helyen dolgozni, ott azért igen, az ember találkozik, érdekes. Hát igen, elég érdekes emberek vannak. Igen. És ez nektek... Kell hozzájuk a türelem. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezért ezt nektek tűrni kell, meg elviselni, válaszolni igen, minden kérdésre. Hát nem egy egyszerű élethelyzet. Igen. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Na nézzünk egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóim, mert vannak nagyon jók. Azt mondja, hogy zöldségesben dolgozom, egy vevő kért fél kiló megyet, 51 deka lett, úgy kiakadt, hogy ez nem fél kiló, hogy amikor azt mondtam, hogy azt az egy dekát odaadom neki ajándékba, azt mondta, hogy nem szorul rá, és addig nem viszi el, amíg pontosan nem lesz fél kiló. De nem tudtam, hogy elkezdte cserélgetni a megyszemeket. Hát ki le kell venned ugye addig, igen, amíg az 51-ből nem lesz. Egy megyszem az több, mint egy deka. Hát akkor visszaraksz egy magot, egy szárad. Több. Igen. Azt mondja, hogy...
Patika 93 éves bácsi bejön mindig, minden második nap, oda csahosszok hozzánk, és elkiabáljá, hogy egy fél literes hashajtot kérek. Nem mond mást, nem hal meg semmit, nem válaszol semmire, de forintra kiszámolja a pénzt, utána elcsoszok. Kolléganom egyszer elkapta, szellemileg egyébként teljesen épp, 63 éve boldog házasságban él. Két naponta bejön, és ezt elüvölt. Ez a boldogság titka lehet. Egyszer bejött egy öreg asszony, kínáltam füstölt kolbásszal, erről azt mondta, hogy nem eszik hús, mert drága, majd vett libamájat a saját macskájának. Trafiban dolgozom, bejön a néni mindig ugyanannon a nap, ugyanakkor. Ugyanazt a dohányt kéri, és mindig elkéri az első bontatlan csomagot, hogy hadd nézze meg, hogy nem-e hamis, mert hogy ő már lett beteg hamis dohánytól. Visszaadja mindig, hogy azt nem kéri, az összes többit igen. És ezt minden nap megcsinálja. Minden nap megcsinálja. Egy autósboltban dolgoztam, egy bácsi minden hónapban ugyanazon a napon bejött hozzánk, ajánlatot kért minden alkalommal a kocsi javítására, de tudtuk, hogy nincs is autója. Egyszer aztán WC ülőkét akart tenni nálunk, mondtam, hogy azzal nem tudunk foglalkozni, mert hogy autósbolt vagyunk. Erre rávágta, hogy neki használt is jó. Később kiderült, hogy a szomszéd sportáruházban is rendszeres vendég, ott is ülőkét akar egyébként venni. Hú, azért nagyon kemény esemesek vannak. Állateledel boltom van, rendszeresen azt hiszik a vevők, hogy állatorvos is vagyok. A legjobb az volt, mikor bejött egy hölgy, hogy a kutyája két napja nem kakilt. Megtenném-e, hogy masszírozom az ánuszát? Masszírozom az ánuszát. Hát, attól beindul. Nem tettem meg. Ez nagyon Miki, jó. Nem vagy elég kemény. Ezen nem újjon mindent a kedves vevér. Igen, egy kiló rojákanim, és egy ánuszmasszás. Fordulj meg kincsem, nem ered fel a farkad. Várjön is. Miki azt írja, nem tette meg, igen. Én egy kenyérboltban dolgozom, nálam az egyik vevő azt mondta, hogy ő szeletelt kenyeret kér, de olyat, ami nincs csomagolva. Nem tudtam meggyőzni, hogy értse meg, hogy nincs olyan, hogy szeletelt kenyer, ami nincs becsomagolva. Azt mondta, majd holnap visszajön, addigra tuti lesz. Csillag küldte nekünk. Táplálék kiegészítőket árulunk, egy 50 éves forma csoka hetente bejön, és megőrült. Tápláli kiegészítőket árulunk, egy 50 éves forma csóka hetente bejön, és megtapogattatja velem a bicepsét. Mert nem ő még mindig ennyire össze. Formában van. Ennyire kell. Ez csak a bicepszel. Na, már itt sem vagyok. Viszlát. Nem jó. Zseniális. Jézusom. 23 éves vagyok, egyébként férfi. Az mi, hogy minden héten bejön megtapogattatni a bicepsét? És elmondja neked, hogy látod, milyen formában van. Óriás. Hát nem imádni való. Óriás. Dolgozok ott a rendes a francia rudán. Na, ezt figyeld. Na, egyszerűen ezek a bócok a plakáton. Kitérlek meg, ezt figyeld. Zöldségesben dolgozom, itt két vevő van, akitől falra mászok. Az első a híradós bácsi, aki bejön szétnéz, megvárja a híreket a rádióba, szépen állva végighallgatja, majd kimegy. Haza megy. De jó. Nem mondta, hogy nem zseniális. Nagyon. Valami olyan segítettek? Nem, köszönöm. Nem. Csak a híreket jöttem végighallgatni. Végighallgatja a híreket, kimegy. Óriási. Egy másik néni bejön, lehúrok mindent, ő se vesz semmit, majd elmegy. Ez mi az, hogy lesz nézni? Ez mi az, hogy na, ez is tegnap nincs. Maga meg mit állít és hallgatja a híreket, miért nem vesz valamit? Kézzed, amikor ketten találkoznak. Gyönyörű. Egy bevásárló központ fodrászatában dolgoztam, professzionális termékeket is lehetett kapni. Nem túl olcsó, majd bejön egy bácsi, hogy neki WC-spréker. Mondtuk, hogy hát nincs, mire felháborodott, hogy nem mondjuk már, ő szeretne vásárolni, és mi ne akadályozzuk. Nehéz volt velem elhitetni, hogy ezek hajlakok. Nem tudja megvenni. Az én egyik kedvenc vevőm mindig megcsinálja. A kassa előtti sorban, amikor beáll, kibont egy dianás cukrot, bekapja, a papír gyorsan zsebrevágja a kasszánál. Nem szól, nekem kell rákérdezni, és a dianás cukor, ja, az is volt. Mondtam már neki, hogy még a gyerekek is kibírják addig, amíg ki nem fizetik. Egy idióta írja nekünk egy hallgató. Egy ismerős mesélte, karácsony előtt megérkezett egy néni, szaloncukrot árultak a piacon, fél óra válogatás után, 86 fajta íz felsoroltatása után a néni csak annyit kérdezett. Vaníliás nincs. Mondták neki, nincs. Elment, nem vett semmit. Vajon végignézte, és addig gondolkozott, hogy miért tud kérdezni, ami nincs? Vajon mi nincs? Igen. Van egy néni, mindenben kifogást talál, sokszor jön. Bejön, olyat keres, amit sose árultam. Vagy azt, ami épp nincs, mert mondjuk, hogy az csak a következő nap lesz. Ha valami olcsó, beszól, hogy miért ilyen olcsó, ha valami drága, akkor megkérdezi, hogy miért annyira drága. Az öltözékembe is beleszól, hogy miért mindig ez a rony van rajtam. Tetszik tudni, ez a munkaruha. Ha szoknyába voltam, és felbillentette, megkérdezte, hogy milyen anyag. És hogy hát a szoknya alá be akart nézni. Élelmiszerbolt volt egyébként. Napi 3-4 alkalommal megérkezett a hölgy. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Zsolt vagyok. Hello, Zsolt. Na, neked milyen fura vevőid vannak? Hát én láttam egy hipermarketben, ugye annak idején, mint a szörnyertét promozálták, és
az óriási kétméteres kék színű szörny. Igen. És ő állt a hipermarket bejáratánál, és egy idős nénikkel járt be hozzá minden nap, mint ahogy elmondta a biztonsági őr. Igen, ezek a koráruházak voltak, ugye? Hát ezek már nincsenek kimondhatjuk, ez a kora volt. És hát pogácsát vett neki, etett, beszélgetett velem például, hogy szeretné elvinni sétálni, mert hogy nagyon unatkozik ez a... ez a szörny, de nagyon kedves volt, szóval hozzá kell tenni, hogy tényleg egy nagyon aranyos ténike volt, és akkor biztonsági öröket elmondtam, akkor kérdeztem tőle, hogy ez mai nap történik, hogy ez meglepetésszerű a dolog, és mondta, hogy nem, naponta bejön, beszélget vele, és akkor ugye a morzsákat lesöpri róla, amikor ugye a fogácsát ott adja a szájába. De megeszi, vajon? És a néni egyébként beszámítható volt? Tehát kérdezted, hogy a néninek van-e szegénynek valami baj, vagy teljesen normális, és csak bejön beszélget? Szerintem egyedül volt nagyon, és megkönnyeztem én is, szóval szerintem aranyos volt. Az nagyon. Milyen? Hát ez olyan, mint akik etetik a galambokat, de hát legalább a galamb felveszi, megeszi, igen. Rád néz, pislog kettőt, hálásnak tűnik, majd elrepül. Vannak hát életjelek. A korás plusz maci azért az egy picit melegebb. Na, most nincs étvágyat, Szali, pedig te pertőzsek. Igen. És el akarta vinni sétálni? Igen, megfogta a kezét, és akkor mondta, hogy menjünk sétálni, mert nem lehetett elvinni, neked nem mozdult meg az egyértelmű. De hát próbálkozott aranyosan, de nem volt erőszakos, nem volt semmilyen. És akkor És mi lett a nénivel? Eltűnt egyszer csak? Vagy nem jött többen? Hát én nem tudom, mert akkor voltam ott, és akkor tapasztaltam ezt, és azt mondta a biztonsági őr, de vagy hát azon sem felvásárolta a korátat. Lehet, hogy körbejárt, és azóta is keresi. Igen, a néni személy szegény szomorúan konstatálta, hogy az Osonnak nincs hasonló kabala figurája. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Nagyon szívesen. Hello. Szia. Hello. Én egy benzinkúton dolgozom, pár éve egy jól szituált úr egy új autóval beállt az ajtó előtti kútoszlophoz, kiszállt, megmondta a kutasnak, hogy mit tankoljon, a nyitott ajtónál letolta a nadrágját és elvégezte a dolgát. Majd azt mondta, bocs, nem bírtam tovább. Bement a toaletre, ott hagyta a gatyáját, fizetett és elment. Az milyen, az 5 méter? Milyen, mint egy merciből egy jól szituált öltönyös úr kiszáll és oda gittel a benzinkúton. Igen. És ott hagyja a gatyáját. És ott hagyja a gatyáját. És úgy megy el. Igen. Pékség kávézójában dolgozom, egy idős bácsi ingával jött mindig vásárolni a kenyeret, a frissen facsart narancslevet, minden megnézett az ingából, volt, hogy adott termékből 5-6-ot is, amíg nem talált olyat, ami pozitív energiát tartalmaz. Addig ellenőrizte. Az öreg sámán. Volt, hogy adott napon semmit nem tudott venni, mert mindennek negatív energiája volt. Ezt Noémi küldte nekünk, köszönjük szépen. Drogériában dolgozom, éveken keresztül heti egyszer jött egy néni baccal pörköltet, keresett, soha nem vett semmit. Hogy azért nekik se könnyű a meló, nem? Azért nekik se könnyű a meló. Atyaisten. Hát tudtuk, hogy kemény dolog a kereskedelem, de hogy ennyire. Igen. Na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon. Szenzációsok jöttek. 6 darabos tojás nyugdíjas néni vitt hetente, és miután elvitte 2 nap múlva 3-at megfőzve visszahozott, hogy gyenge minőség. Hát nézze meg! Nem jön le a hír! Tessék! Nem jön. Gyenge minőség. Hát, nem ilyen tojásod megfőztem. Nézze meg! Atyaisten! Gyógyszertár, a kirakott csapvízre jár áll egy asszony a kisfiával, azt hiszi, hogy varázsvíz. Azzal a mondattal körítve a fiának kővíz, ha nem kő, megiszok. És rájár. Ez minden nap a vízre, hogy minden varázs. Nap meghallgatom. Gyere már, majd meg jobban lesz, hepatikába adják, csak varázsvíz lehet. Na, most már eddig vicces volt, de most már mennyiségből így kínulva egyre ijesztőbb. És gondolj arra, hogy az egyik te vagy. Már. Igen, tényleg, ráadásul az egyik. Az egyik te vagy. Gyors étteremben dolgoztam, minden nap megérkezett egy fickó, az itt fogyasztja kérdése, mindig azt válaszolta, nem ott az asztal. Ezt ismerem, ezt a dumát, ezt mi is nagyon sokszor elsőtöttük. Bementünk a megkérdésre, ezt így fogyasztjátok, elmondom, gondoltam, leülünk. Ezt mi is toltuk nagyon sokáig a megkívánat. Szerették? Nagyon örültek. Én fogyasztjátok, ne gondoltam. Az első 20 alkalommal nevetnek. Persze, már kevésbé. Igen, de akkor meg attól kezd viccesé válni a dolog, hogy már tudod, hogy milyen fejet fog vágni. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mi van Pampet Gabóval? Ő...
Pampent Gabor, nagyon szeretem ezt a nevet. Ő ugye a nagy felfedezetje talán az Indexnek, méghozzá a Balatonszandról, ugye? De tavaly nyáról, tavaly nyáron fedezték föl. A viharban táncolt, ugye, hogy senki nem volt már sehol. Óriás eső, vihar, és akkor ő egyedül a kis piros nadrágjában rász. Az első felvétel, amit tőle láttam, ilyen jellegű produkciót, akkor az egy szabadtéri edzőterem mellett készült róla. Nem voltak túlságosan sokan kint, és a többieknek a mozgáskultúrája nem volt olyan fejlett, mint az övé. És akkor lejtett egy ilyen kisebb táncot. Egy picit ilyen, hogy kicsit úgy éreztem, tehát hogy azért volt zseniális a tánc, mert úgy éreztem, hogy ebben még van több. Tehát, hogy pont csak annyit mutatott meg, hogy így felkeltse az érdeklődést. Hogy beetessen, igen, kicsit bedobta a csalit. És mindenhol mindig félmeztelenül táncol, ugye? Tehát igen. Büszke a felső testére. Igen. Na most állítólag ő csajozási ismeretekből indítana képzést, vagyis szeretné a pasikat csajozásra oktatni, és a tanfolyam végén egészen el lehetne jutni odáig, hogy a hímnemű diákok azt is elérjék, hogy a randin mindent a lány fizessem. Aha. Ez a vége. Jó. Gyere, tanulj velünk. Egy igazi mágus lehet. Az iskola végén még azt is elérjük, a tanfolyam végén, hogy mindent a csajok fizessenek, már az első randin. Hát akkor ezek szerint többet zsákol, mint Michael Jordan fénykorában. Tehát, hogy akkor megy neki. Hát, igen. Ha már oktatja is. Hát... azt nem tudjuk, hogy mennyire megy. Marad is. Azt nem tudjuk, hogy mennyire megy neki, mert azért mi már sok oktatóval beszéltünk, ugye itt a Morning Show-ban, lásd a fonaljárás nagymesterével, és hát én nem tudom, hogy ő neki azért az ott mennyire megy valójában. Bár a ne térjünk senki kedvéért, az még egy könnyen megvalósítható. Igen, igen. Tehát, hogy ő például a mozgáskorlátozottak legázolásában nagyon nagy volt. Ne térjünk is senki kedvéért. Igen. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Pampet Gabót, hogy mondja el nekünk, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet ezzel a tanfolyammal, kiket akar oktatni. Azt mondja egyébként, hogy a szakértője Berki Krisztián lesz. Hú, erős csapat. Nagyon. De jó. És azt is kérdezzük meg, hogy hol oktat majd, hogy ne menjünk arra. Aha. De a Berki Krisztián segítségét kéri, mint szakértő. Uh-huh. A Berki miben tud szakérteni? Önbizalomban. Abban egészen. Tehát abban egészen biztos. Verhetetlen. Abban szerintem kontinens első. Szegény szerintem... Most úgy tudom, hogy interkontinentális bajnok benne. Szegény Andy Vajnai szerintem azért van kórházban, hogy elolvasta Berki szerzőt. 200 millió két évre levert a vízmentő tisztakozat. Aki ezt aláírta, rúgják. Szegényképp azonnal kórházba került, mikor meghallotta, hogy Berki két évre állítólagosan 100 millió forintot keres a TV2-nél. De jó bulást kívánom. Megéri egy, figyelj, jó nézet. Endinek természetesen, persze. Jó nézet műsorokat csinált, nem? Ki? Kicsoda? Gondolom én, hát csak azért fizetnek. Nem, a Berki. Ja, a Berki? Azt nem tudom. Én az Endit tudod? Hát szerintem nézetebbeket csinált valószínűleg, mint a Berke az utóbbi időkben. Bár volt neki egy fénykora, tehát hogy volt, amikor ugye volt ez a kis szappanopera, akkor ott nagyon ment, de hát utána, amikor már műsorvezető lett, és saját műsorokat kapott, hát... Na mindegy, ne kanyarodjunk el a témától, csak be akartam ez a hogy ő lesz a segítség. Mi van Gabóval? Hát képzeld, teljesen kétségbe vagyok esve. Gondolom, látom rajtad, hogy mennyire. Tényleg, igen. Aggódom, hívom egy ideje. Először nem volt bekapcsolva a telefonja, már be van, de nem veszi föl. Sőt, be van, de kinyomta. Ne csináld, csúnyát mondom. Lehet, hogy olyan helyzetben van esetleg, lehet, hogy WC-n van, vagy ilyesmi, szóval nem igyekszem. Nem, lehet, hogy végre elkezdett lábazni, és emiatt most mozgásképtelen, mert olyan izomlázom. Lehet. Nem lehet, hogy valahol most is táncol? Az simán lehet. Vagyok már oktat. Vagy már 7 óra 20 perckor elindult az első tanfolyam. Igen, 8-tól mennek a felnőttek, 7-től 8-ig kakóparti van, és a kisfiúkat oktatja a csajozással. Na valami ilyesmi lehet a dologban, de igyekszem elővarázsolni. Mondom, már bekapcsolta a telefonját, tehát beljebb vagyok egyel. Hát haladunk. Bekapcsolt, ki volt kapcsolva? Bekapcsolta, de kinyomja, aztán a bekapcsolta, de kicsöng, és a bekapcsolta, de felveszi. Igen. Hát akkor próbálkozunk. Ezre lesz? Tessék? 10-kor lesz a fölveszi? Vagy az még... Tudja. Hát nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy ez az első okos telefonja, érted, és most a bekapcsolásig jutott, így alapokon. Nem tudja, el kell húzni oldalra. Nyomkodj a rohadtól. Gabó, hallasz minket? Húzd el jobbra. Akkor fel tudod venni. Jó, nem baj, hát tegyél még egy kísérletet. De ahol többet, hát közben nekem megérezem. Közben Miki is beszélt valakivel, akkor mondjál neked, hogy kivel beszélt, és akkor hozza az új híreket, jó? Megyek. Miért nem rázd meg a vezeték? Mondd el, Anna.
Mi nem ráz meg a vezeték? Hát mit tudom, én nem egy villamosmérnök. Na végre egy őszinte válasz. Ezt szeretem, jó van. Nem tudjam. Mindegy. Majd még erre visszatérünk. Mert se tudnánk műsort csinálni. Ott állnánk a felüljára, amikor készülnének bennünket lelökni. Nem te mentenéd meg az életem. Szóval... Na most állítólag kapom közben az infót. Igen. Hogy a csajozás nagymesterének, aki oktatni akarja ezt a dolgot, elvileg szerződése van a TV2-vel. És most de mi közel meg egy rádióműsorhoz, gyerekek? Hát ez egy rádióműsor, nem én, nem az RTL hát vagyunk. Hát, mondja, hát de csúnyát mondtál a TV2-ről. Ki mondta csúnyát a TV2-ről? Hát, a királyból mondott. Ja, hogy Andy Vajna azért van kórházban, elolvasta Berki szerződését. Most szegényként kijobbulás. Gyógyuljon meg, persze. És állítólag most azt az infót kapom, hogy nem tudja pontosan, mi van a szerződésében, ezért nem mer beszélni. Aha. Figyelj, én, Gabó, tudtam, hogy, én tudtam, hogy Gabót be kell hozni, mert ha nem sikerül, az is jó lesz, ha sikerül, az szóval is jó lesz. Hát Pampert Gabó nagyon szórakoztató. Van egy gyerekkori barátja, aki nagyon jó volt olvasásból, és úgy átfutja. Gabó, nyugodtan vedd fel, ez igen, nem tévé, ez igen. Egy rádió. Hallgat minket, egyébként jelzi közben folyamatosan Vikinek, hogy hallgat minket, tehát itt van, mi nagyon kedveljük őt, meg mint jelenség egyébként, nagyon szórakoztatott engem már tavaly nyáron is, amikor megtalálták, de hogy hallgat minket, akkor csináljuk azt, hogy írd, amit mond. Tehát, hogy te beszélj vele telefonon, és aha, írd, amit mond nekünk. Ő álljon a rádió mellé, aha, fogja a telefont a kezébe, válaszoljon neked, te pedig írd be nekem Skype-on, hogy mit válaszol a kérdésre. Hát, vagy jó. Mondd el te, Viki, gyere, ülj be, te beszélj vele, és mondd el te, vagy az Anna mondja el, amit mond a Gabó. Jó. Az jó, akkor nem velünk és beszél. És akkor nem velünk jó, beszél, akkor Anna lesz Gabó. Igen. Igen. Tehát igen, legyen Anna Gabó. Jó, adod a telefon jó neki, te gyere, és akkor te válaszol. Tehát Gabó... Írom és mondom. Nem, de csak mondjad. Te beszélj Gabóval. Persze. A telefonon. Igen. Mi feltesszük a kérdést, tehát tovább mondod Gabónak, Gabó megmondja neked a választ, te pedig bemondod a mikrofonba, hogy... Kicsit asul ezzel, nem hagyjuk valahogy. 10 órára elkészítjük ezt az interjút. Budapest TV. De várjál. Nem, ez a... Sose volt annyira jó, mint az. Azt nem tudjuk überelni, Lexikét. És a Anetka Space Project-et. Na, tehát... Nyugodjon meg, Gabó, hát ha most kizárólagos szerződés van a TV2-vel, akkor azért az leginkább más televíziós orgánumokra szól, tehát egy reggeli rádió műsor, ez még jó reklám a TV2-nek is egyébként. Persze, nincsen semmi, Gabó, ha most hallasz, semmi gond nincsen, üljél le, így áll egy fejérjeséket gyorsan, azt tudod mindig megnyugtat, és akkor utána várd a kérdéseket. Igen. Meg hát ugye most a TV2-n egy öretült, hogy elég nagy a káosz, úgyhogy persze, ebből biztos, hogy nem lesz baj. Ebből biztos, hogy nem lesz baj. Ez igen, lenne az a szerződés, amit megtalálnak. Na, szóval, most meg nem veszi fel. Hú. Aha, mi a... Húzd de, Gabó, ha hallod a rádiót, milyen telefonja van, kérdezzük meg. Samsungot hogy kell fölvenni? Meg kell nyomni valamit? De ez nem annyira trendi, neki biztos, hogy nagyon trendi telefonja van. Jó, akkor iPhone-od van. Nem kell rajta megnyomni semmit. Hogy magától fölveszi? Hangjelzésre, hogy van, fölemered a telefonhoz, és föl van véve. Esetleg, figyelj Gabó, ha van rajta esetleg PIN-kód, akkor én biztos vagyok benne, hogy 1-2-3-4. Írd be! Lehet, hogy már felvenni se szabad? Hát elolvasta a szerződés, és az van benne, hogy nem vehetett. Hát céges telefon. Tehát egy céges telefonszámot adott nekünk, és lehet, hogy azon a szerződés... Nem használhat, csak úgy. A céges telefont nem vehetett fel. Most kit hív? Érted? Lehet, hogy szegény Andy-t hív. Hív, hogy használhatja a céges telefon. Igen. Kapcsolják a begyógyászatot. Na de várjál. Most Vikinek csak annyit írt SMS-ben, hogy szia Viki, aztán eddig jutottak. Hát ez így lassul lesz, gyerekek. Ez így azért nagyon lassul lesz. Tehát ennyi jött most át 10 percet, hogy szia Viki, ez valóban nem lesz túl gyors. Most tegyük fel az első kérdést. Komolyan, átad 9-re megvan a válasz. A NASA-val előbb kapcsolatot teremtünk, komolyan mondom. Most mind keresztül beszélünk vele morzén. Engedjen füstjereket. Fehéret, feketét. Teljesen mindegy, hogy van-e új pápánk, vagy nincs. Na most, tessék? Most megvan. Most megvan? Olvassa a szerződését újra? Aha. Ott van most vele. Most ott van. Na, de jó. Hát kedves hallgatók, csak egy karnyulkásira vagyunk itt most Pambagótól. Higgyétek el, hogy szórakoztatok. Megvan. Higgyétek. Jöhet az első kérdést. Aha. Add annának a telefont. Te komolyan... Tudtam, én már tegnap tudtam, hogy ez jó lesz. Tegnap tudtam, hogy ez de jó komolyan lesz. Nem is. Higgyetek a... nekem, hát ez abszolút belefér. Jó ez. Legutóbb, én komolyan a Snowden-re emlékszem egyedül, hogy belekészítettek így interjút, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Én leszek a te szinkronhangod. Na, igen. Jó. Itt vagyok. Az első kérdés az, hogy jelen pillanatban filmesztelen-e? Jelen pillanatban filmesztelen vagy-e? Hallgatja a rádiót, nem hallgatja? Hallgatod a rádiót? Ne keverjük a... Nem kell. Kesztelenül fekszik az ágyban. Aha. Jó.
Mit talált a szerződésében? Előtted van-e a szerződése? Találtál-e benne valami kivetnivalót? Nincs ott a szerző. Honnan tudja, hogy nem beszélhet? Honnan tudod, hogy nem beszélhetsz? Tegnap átolvastam. Nyilván direkt a mai napra értem. Igen? Várj, mondd valamit. Ez most egy hosszabb mondat. Aha. Jegyezd, Anna. Más TV csatornáktól is keresték, hogy ugyanerről kellene beszélni. Ja. Nagyon, az milyen? Igaz, hogy neki saját titkárnője van már, vagy személyi asszisztense? Igen? Igaz, hogy saját titkárnőd van? Igaz. Igen, akkor... De mi az, hogy te egy percig hallgatsz, utána annyit mondasz, hogy igaz? Mi történik? Szerintem Anna szűri. Igen, mit mond? Inkább szexre alapszik a munkaviszonyunk. Ja. Micsoda meglepetés! Nagyon jó. Jó, szóval, meséljen a felvételi rendszerről. Tehát mi alapján lehet bekerülni az ő csajozós iskolájába? Mi alapján lehet bekerülni a csajozós iskolába? Csak rövid válaszokat adjon. Jó, ne legyen benne idegen szóhoz. Szigorú felvételi van. Biceps méret? Csak. Minek kell megfelelni? Ezt kérdezi? Az anyagi felvételet kérdezi? Vagy mi? Magas pontszámú érettségi kell hozzá. És még, tehát így kidolgozott fizikai... felsőtest, az kell? Tehát az, hogy az ember megjelenjen? Jó fizikumú legyen? Ez olyan, mint egy nagyon komoly felsőoktatási intézmény. Tehát ő ezt nagyon komolyan... És fizikailag valami kritériumot? Felsőoktatási intézmény. Mit mond? Nem kell fizikailag különösebben, mert itt dolgozik, tehát ők foglalkoznak majd a srácokkal, hogy el tudják kapni az összes csajt. Ja, mit ígér azoknak, akik elvégzik ezt az iskolát? Tehát, hogy miben lesznek jók? Elmegyek, elvégzem Pampert Gabó iskoláját, mit ígér? Vállal-e garanciát? Miben fejlődök? Mit ígérsz, és vállalsz-e garanciát? Vállal garanciát? Igen. Első szemeszter végeztével a srácok eredményt érnek el. Vannak-e erre visszaigazolások neked? Igen. Még csak most indul. Aha. Mit mond? Mit mond? Hosszan. Mondd, hogy mit mond. Aha. Sok emberre foglalkozik már privát szinten, tehát vannak már visszaigazolások. Vannak visszaigazolások. Igen. Hány emberrel van kapcsolatod? Eddig magántanár volt. Pumpet Gabó magántanár. 5000 per óra. Melyik egyetem keresett meg? Mit csinál a TV2-nél? Azt kérdezd már meg, hogy... Hát nekem elmondhatod, aztán majd én eldöntöm, hogy elmondom-e adásba. Nem hallgatnak minket, sokan köztünk marad. Azt kérdeznek, hogy állítólag ezen a héten az RTL-en benne volt a fókuszban, akkor az hogy lehet? Ezen a héten benne voltál a fókuszban? Jól tudjuk, mi ez RTL-en? Ott voltál? Az aktívba volt benne. Aktívban. Aha, te mit nézel? Nem, küldte egy hallgatót, hogy ez mindenképpen. Hogy fókuszban volt, tehát mindenképpen akkor kérdezzük meg. Jó, tehát, mennyibe kerül ez a tanfolyam? Mennyibe kerül ez a tanfolyam? Ez rohadt nagy összeg lehet. Negyed évente 399.000 forint. Azt a mindenségit neki! Negyed évente 400.000 forint. Tehát 1 millió 2 egy évre. Elmegy a kokkal. Számlát adnak? Hát mi van benne? Most szerintem azt sorolja az 1-2-be. Annyi bogyó, hogy ezt nem tudja mondani. Aha, tehát ezek olyan taktikák, amit ő hosszú-hosszú évek alatt tapasztalt ki, és ennek meg kell kérni sajnos az árát. Kik fognak még tanítani rajta kívül? A tanári kar illusztris képviselőjéről, hogyha mesélnél, hogy kik ők. Ketten vannak. Ki a másik? Ki a másik? A Berki? Berki Krisztián? A másik? A Berki. A Berki. Berki. Abszolút jó lesz. Jól van, oké. Megtudtunk mindent egyébként. Mindent megtudtunk Gabókán. Van még valami, amit esetleg szeretnél velünk erről az iskoláról megosztani? Balást várnak téged szeretettel. De jó, na!
1 millió 2-re hülyének is megéri, mondd meg neki. Ott vagyok azonnal. Hát tanulok egy-két dolgot. Tanárnak gondolnának, Balázs, téged. Tanárnak? Hát, tanárnak gondolod, ugye, Gabó, jól értelmezem. Tehát nem mind diák. Beszédtanárnak szeretnének fölkérni. Nagyon fontos én. A kommunikációs részt vihetnék. Jó, megbeszéljük a részleteket. Okay. Csokoltatjuk, mondd meg neki. Csokoltatnak a srácok, örülök, hogy beszéltünk, Gabókám. Na, üdvözöl mindenkit. Nézd át a TV2 szerződését azért. A hallgatókat azért is üdvözli. Balázs üzeni neked, hogy a TV2 szerződést, ha van időd, nézd át. Megy 25 milliós opciós jogon, senkinek nem nyilatkozhat. Elolvasnám a 13/2-es részt azért most. Itt lehet, hogy elúsztál anyagilag ezzel. Andy felüvöltött a kórházban. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Állj már. Szia, sok sikert. Aha. 300, mennyi 400 ezer forint negyed év. És hidd el, hogy elmennek és jelentkeznek. Tehát úgy hidd el nekem, hogyha ebből iskolát csinálunk valójában, ott fognak ülni a tehetősebb fiatalok, akik meg akarnak tanulni Pampert Gabótól csajozni. Hát a fonaljárónak is voltak tanfolyamai, és elmentek fonaljáró tanfolyamra emberek. Hát, és itt egy befutott emberről beszélünk. Azért megvan, hogy a 4 kiló negyedévente nagyon szemtelen. De hát ha valaki megfizeti... Hogy számolja a negyedévet? Iskolai negyedévet? Január, március, május. Hát ahogy, ő szerintem így. Hát egy negyedév. Hát elindulsz januárban, 3 hónap, az 3 kiló. Ha elvégzed az egészet, akkor viszont 1 millió. Oda, hogy így győzködték egymást, tudod, hogy na, negyed évenként 3 kiló Krisztián, az évi 900 ezer. De gondold el, hogy a nyári szünet miatt. Az majdnem egy buriga, mondja a Berki. Miami-ból tudod SMS-ezni. De gondold el, hogy valójában iskola végzett, egyetemet végzett emberek megfeszülnek, hogy dolgozhassanak, munkát Fizzel találjanak. És jön a Pampert Gabó, és egyébként majd baromi leleményesen, mert ha én előállítok valamit, és arra igény van és kereslet van, hát az én hibám, hát most van. Nem verek át senkit, szerintem megtanítalak csajozni. Figyeld meg, hogy lesznek nála. Lesznek nála. Tuti. Menni fognak. Okos. Akármennyire is furcsa ezt kigondolni. Milyen volt a hangja? Még sose hallottam őt beszélni. Ugye a sugárzó intelligencia, igen. Az... Aha. Ez, igen. A meggyőzés, a kifinomultság. Azért az megvan, hogy ilyen alapon akkor Barack Obamával is készítettünk interjút. Innentől kezdve jön tolmács. Na, te leszel a hang bárkivel, tehát holnap Morgan Freeman-t hívjuk, érted? Okay. Én vállalom, jó, rendben van. De tényleg ő volt, tehát most azért a hallgatóknak, tehát tényleg ő volt. Ez egy úriemberrel beszéltem. Csak egy-két SMS, hogy hallgatunk is mit érnek. Hatalmas taps és üdvő hallgás Julinak, hogy ez kibírja röhögés nélkül. Köszönjük szépen. Bóc küldte nekünk. Ez beszarás, az év riportja. Ezután kérhettek fizu emelést, írja nekünk valaki smiley jellel. Sziasztok, Pampert Gabó az Észbontok című műsorban talált igazán magára. Nem szép tőletek bántani egy fogyatékos. Oszik. Ha nem tudnám az előzményeket, azt hinném, hogy Anna médium és a túlvilággal beszéltek. Kicsit olyan, de hogy azt a körül, és összeérnének az ujjai. Gyerekek, ennyiért eszkort hölgyet bérlek. Nem kell megtanulnom csajozni. Hát ez nagyjából igen, ilyen 1000 euró per óra, per fél nap megállapodás kérdése. Az már egy egészen jó eszkortlányt kapsz belőle. Hát az új M0-as meg a régi M0-as közötti kis átvezető szakaszon én olcsóban is meg tudnám oldani a dolgot. Hát a szemétéget ülni a Méta utcában, három én megvagy a szakciba. Így van, legfeljebb viszek magammal egy gázmaszkot. Azért imádom többek között ezt a műsort, az ország összes félkegyelműjét megtaláljátok. Ne bántsátok őt. Ezen félkegyelműek idézőjelesen nekünk már nagyon sok vidám percet szereztek is a hallgatóknak is. Tehát nincs. Nevettetni is tudni kell. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.